Ha a képregény kell, nézz körül a Szukicsnál. A Star Wars Disney féle kánonjába tartozó Darth Maul képregény sorozat 2017-ben jelent meg. A történetet Callum Bunn írta, Luke Ross rajzolta. Maga a történet közvetlenül a baljós árnyak előtt játszódik. Darth Maul, a titokzatos Sith nagyúr, Darth Sidious ifjú tanítványaként nehezen tűrte azt, hogy ellenségeik elől rejtőzködniük kell. Rendszeresen feszegette a határokat és mindig csak épp hogy felhívta magára a figyelmet a Jedik számára, akik nem tudták, mitől fut végig a hideg a hátukon. Sidious próbálta inkább egy feladattal elvonni tanítványának a figyelmét arról, hogy haragját nyíltan az ő terve ellen használja. Azt a feladatot kapta, hogy néhány kereskedelmi szövetségbeli szövetségesüket kell megszabadítani illetéktelen támadóktól. Maul könnyűszerrel megtette ezt, ám az egyik támadó az életért cserébe elárulta, hogy tud egy Jedi padawanról, akit egy aukción rabszolgaként akarnak eladni. A Sith kivégezte az informátort, majd a kereskedelmi szövetség képviselőjét is, nehogy megtudja Sidious, hogy ő mire is készül. A terve az volt, hogy ez a padawan lesz majd számára az ő első Jedije, akit majd meg fog ölni. A Nar Shaddára utazva Xev Xerexust kereste, aki a Jedit magánál tartotta. Egy kantinban azonban verekedésbe torkolott az információ szerzése, de segítségére sietett Ora Singh, Cad Bane és Wardailo, akik hírhedt fejvadászoként lettek felbérelve azért, hogy Maul munkáját megkönnyítsék. Úti céljuk egy hajóhoz vezetett, aminek egykori tulajdonosaik Xev Xerexushoz tartottak. A megkínzott protokoll droid segítségével hamar eljutottak az aukcióra, a Draskar rendszerben levő állomásra. Nem telt el sok idő, a helyszínen Xev Xerexus hamar felfedte magát. Maul azonnal a börtöncellák felé vette az irányt, míg a vendégeket pátyolgatták. Megtalálta a padawant, akit a jelenlétével próbált megijeszteni, ám Xerexus a droidjaival útját állta. Maul és a csapata kiderítette, hogy kik hozták a legtöbb pénzt az aukcióra, így rögtön előkészítették a csapdát számukra, miután megvették a padawant. Rövid időn belül lecsaptak rájuk, és a lopott hajóval próbáltak meglógni az ifjú Twi'lek lánnyal. Xerexus azonban előkészítette gondosan az aukciót. A hajóba bombát rakatott, és így Maulék a közeli hold felszínére zuhantak. Xerexus azonnal fejvadászatot hirdetett, ami az ő üzletének csak újabb bevételt jelentett. Darth Maul és a fejvadászok azonnal támadásba lendültek, és halomba írtani kezdték a fejvadászokat. A Sith még a padawant is elengedte azért, hogy megmenekülhessenek, de ez is csak egy lehetőség volt számára, hogy párbajban oldhassa ki a lány életét. Amint nem volt több közös ellenfelük, a vörös és a kék fénykard egymásnak csapott. Alig, hogy Maul végzett a lánnyal, ürességet érzett és még nagyobb haragot magában. Bármennyire is vágyott arra, hogy a Jedi iránti dühét egy padawan megölésével enyhítse, a dolog csak felerősödött benne és elégedetlen volt. Amint a fejvadászai szereztek egy hajót, visszamentek Xerexus állomására, majd a Sith harcos leszámolt a nővel is, hogy ne legyenek szemtanúi. Visszatérve a Coruscantra, Sidious nagyúr elárulta, hogy tud az egész ügyről, és az kiváltképp örömmel töltötte el, hogy Maul a Sith-ek útját követte a küldetése során, ráadásul megtanulta a haragja elé helyezni azt, hogy előre megtervezze a győzelmét. A Zabrak Sith viszont elégedetlen volt. És dühös.